Hát nem először fordult már elő fontos meccsen az MTK ellen, hogy szinte végig támadjuk a mérkőzést, és szerencsés gólokkal egyenlít az ellenfél, aztán végül mégis sikerült behúzni a meccset. Milyen volt ez belülről? Hát, teljesen jogos, hogy szerencsés gólokkal egyenítettek, de hozzáteszem, mind a két gólnak volt előzménye, nem megfelelő szinten kontrolláltuk a játékot, hogy hozzá kell tenni. Egy kicsit talán jobbak voltunk, ez a 3-2-es eredmény ezt tükrözi, de ennél is sokkal jobban tudunk futbolozni, nagyon feszültek voltak a lányok, ez látszott. Nyilván nem volt bennük mérkőzés útén, hiszen egy jó fél éve nem játszottunk komoly tétmeccset. Elnézést a Viktóriát, azt ide venném a haladást, de ugye az már 3 hónapja volt, úgyhogy ez látszott rajtuk, egy kicsit olyan dízelmotorosak voltunk ma egy picit, és nem turbó dízel. Azt éreztem, hogy egyébként nincs veszélyben a kapunk, valamiért, amikor vezetünk egy góllal, akkor mindig egy kicsit nem tudom, hogy bepánikolunk, vagy mi történik, de olyan szituációkból kapunk gólt, ami abszolút nem veszélyes. Tényleg a szögletekre is felkészültünk, figyeltünk rá, előtte egy labdavesztésből kaptunk gólt, azt gondolom, mi alakítottuk ki a helyzeteket, úgyhogy nem tudom, hogy miért történik ez, de az, hogy fel tudunk belőle állni, az szerintem nagy dolog. Azt kell még megtanulnunk, hogy rúgunk egy gólt, és rúgni kell rá még egyet, hogy biztosabban tudjuk játszani, és ne legyen az, hogy félünk attól, hogy gólt kapunk. Te vagy vágófon, és szoktátok elvégezni a büntetőket. Egyértelmű volt, hogy ebben a nagyon kiélezett helyzetben te állsz oda? Én szoktam legtöbbször rúgni, megbeszéltük Fannival, hogyha szeretné, rúghatja ő, és ő mondta, hogy jól rúgom, eddig jól ment, hogyha esetleg úgy érzem, hogy nem megy, akkor cserélünk. Most úgy éreztem, hogy berúgom, és sikerült. Ugye az MTK kapusa Szőcs Réka a válogatottban csapattársad. Tudtad, hogyha 11-es van, akkor mivel készülj ellene? Megmondom őszintén, hogy szoktam figyelni a mozgását, én is szoktam készülni, rúgdosom minden irányba, próbálkozom. Igazából magamra figyelek, hogyha jó helyre rúgom, akkor nem tudja véni. Talán életében egyszer hagyott kibüntetőt, ha jól emlékszem, egy borzasztóan nyugodt emberke a mosdó, és ez a pályán is megnyilvánul. Nem egy ilyen túligozgós típus, szerintem 100 fölött nem volt a púzus ebben a helyzetben, meg szerintem ő szereti is ezt igazából. Az én idegrendszer ennek annyira nem tesz jót, de hogyha ő szereti és így akar eldönteni a mérkőzést, akkor az egy extra teljesítmény. Hozzátenném, hogy az egész meccsen nem igazából jól futballozó Szabó Viktória volt az, aki vette az erőt és megelőzte az ellenfél játékosát. Az egy kiharcolt büntető volt, az kellették is ravasság, úgyhogy a kettejüknek az egyéni teljesítménye volt az, ami végülis a mérleg nyelve volt.